királyoknak engedelmeskedtünk, fejünket császárok előtt hajtottuk meg. Ma már csak az igazság előtt hajtunk térdet. A szépséget követjük, és csak a szeretetnek engedünk. Khalil Gibran. Kívánok, ez itt minden látszat ellenére is a nyárösti találkozások. Lélek melengető témával kezdem, a padödő visszatért a romantikához. A Madonna példaképpen birkózó lányok jó néhány szakítás után rájöttek, hogy szerelmi történeteiket ezentúl dalban mondják el. Egyébként azt is fontolgatják, hogy hamarosan zárai vámosi dalokat is feldolgoznak. Na, ha ezt is utánuk csinálja Madonna, akkor le a kalappal. Fejest ugrott a padödő. A dicsőséges eset a Beach House-on történt, ahol a lányok az esti koncert után látványosan lubickoltak a dicsőségben. A siker óriási volt, pedig a vidámságáról hírhet duó más vizekre evezett, és néhány könyvfakasztó nótával is előállt. Most ilyen szakítós időszakban voltunk, de aztán most már én nem... Én egyedül vagyok! De már nem, én is voltam egyedül egy hétig. Hát innen a tapasztalat, ráadásul, ha barátnőjéről van szó, Györgyi, ahol tud, segít. Ez itt az RTL Klub társkereső rovata, 0690 527 428. Ez a Mariannak anyja a telefonszám? Nem. Egy állat. Úristen, de kár, ez most emeldíjas telefon. Ha bemondtál volna egy ilyen igazi telefonszámot, akkor itt bepisélek. Azt már nem várjuk meg. A polgárpukkasztásból évek óta jelesre vizsgázó padödő a mai napig Madonnát tekinti példaképének. Bár úgy tűnik, a lányok mostanában lehagyják mesterüket. Én az érzem, hogy a Madonna rólunk nyelte a diszkó feelinget. Nem, igen, tehát a Madonnától attól kész voltunk. Megláttuk a színpadon, de előtte már a diszkó feelinget megbeszéltük. Csak én hát a szöveget a feelingből még nem tudtam, csak a feelinget. Én viszont Isten ilyen nézek ki. Ez tény. Györgyi pedig mostanában a hangjával hódít. Azt mondta, hogy megtanultam énekelni. Ezt rám mondta Lang Györgyi. Gyerekek, 14 év kellett hozzá. Igen, anyám neve Szabó Éva. Hello! Az biztos, hogy egy ilyen tehetséges lányzenekar előtt nincs akadály. A padödőnél még hódít a diszkóvilág, de a dögös nagymacskák már újabb dobásra készülnek. Jövőre már vámosi zárai blokkot nyomunk. Cid, csak most marad csendben. Nézd, az én uszom mozog. Marogom a Loch Ness-i szörnyet. Vagy ha nem, hát majd valami más. Hallgass már. Egy ilyen terv után igazán nem csoda, ha Madonna irigykedik a lányokra. Kovács Kati befürdött. Az énekesnő a Ludwig Múzeum Fürdőzők című kiállítását nézte meg riporterünkkel, és ezt persze megúszta szárazon. Kovács Kati nem egyedül érkezett a Ludwig Múzeumba König Frigyes fürdőzők című kiállítására. Az 5 éves Scotty, Kati unokaöccse, szintén nagy műkedvelő. Nem kiállítsasszony, annak ilyen ruhája van, csak az összorítja ennyire. Ez egy fiú, nem lány. Azért van fénykartja. Scotty természetesen König Frigyes képei is érdeklik. Rögtön talált kedvencet is. Az a kedvencem. Azért, mert ott fürdenek a medencébe. König Frigyes fürdőzők című kiállításán persze nem ez az egyetlen kép, ahol fürdenek. Nehezebben találunk olyat, amelyiken nem. Olyan érdekes, hogy ha nem tudtam volna, hogy férfi festett, akkor is mondtam volna, hogy férfi a festőművész, mert szemérmes. Kati tapasztalata szerint egy férfi szemérmesebb, mint egy nő. Diszkrétebben ábrázolja az embereket, kicsit talán esendőbben. Érdekes egyébként a témaköre a festőnek, mert sokszor azt látom, hogy az embereket, ahogy így megállnak ilyen naívon, azt mondhatnám, hogy nem is ő a naív, hanem a téma. Ez annyira natúr, hogy nincs mögötte semmi, majdnem, hogy olyan, mint egy kivonat, egy eszencia.
Ha nem is kivonat, jó kiállítás egészen biztosan. Kati imádja, hogy az alakok nincsenek a tájba helyezve. Sőt, ha meggondolom, akkor nincs mögöttük idő. Tehát valójában időtlen, mert nem kötődik egy olyan táskához, amiről meg tudnád határozni, hogy 20. századi. Nincsen ruha, nincs semmi. Csak egy mesztelen emberi test van, és ahogy elnézem, nem tartoznak kifejezetten a playboyos lányok és fiúk közé. Ha playboy lányok nincsenek is, Kati szereti a festészetet. Gondolkodik is rajta, hogy kifesse a nappaliját. Hát engem a festészet lenyűgöz, mert a múltkor a Szanyi kifestette a konyhát, aztán olyan tájképeket festett, hogy újra kellett festeni. Hát lenyűgöző volt. Na, szóval félretéve a poénkodást, nekem ez tetszik, ez a kép. Persze vannak más képek is. Most talán Kati sajnálja is, hogy Frigyes nem festi ki a lakást. Ha nem is a nappalit, de legalább a hálószobát. Minket már megcsapott a hétvége, Szele, reméljük több esőt nem hoz. Jó éjszakát mindenkinek! Ha tudja, milyen a Kisködmön Móra Ferenc regény címében, és szeretne egy mobiltelefon...